Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Mielőtt indítanék, megemlítemném azt, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom, ezt e-mailen keresztül megrendelheted. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás indiai asztrológiával együtt. És most megválaszolom a kérdéseket. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Tehát jó ötletei, jó gondolatai vannak. Amit a csillagok még jelentenek, az a bizalom. Hiszen megbízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogyan a csillagokban ez meg van írva. Ez a kép utalhat egy spirituális területre is. A ház akkor ebben az esetben azt jelenti, hogy ez a hivatása, ő ki akar építeni valamit. Amit a ház még jelentett, az ő otthona vagy a tiéd, de lehet egy közös otthon tervezése is. Amit a ház még esetleg jelenthet, ez a szülői ház, vagy a rokonok, vagy a szomszédok, és itt rendezni akar valamit. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt. Ebben az esetben ez a torony lehet egy kórház is, hogy valaki beteg a családban, de ő úgy érzi, itt lesz javulás, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Amit a kígyó még jelenthet, a megújulások, hogy eddig benne érezte magát ebben a toronyban, ez olyan volt, mint egy labirintus, és keres egy kiutat, keres egy megoldást, lehet, hogy úgy mellék utakon, de felszabadul ebből a helyzetből. Amit a kígyó még jelenthet, egy nő, vagy a múltjából, vagy a családból, és akkor a torony utalhat a vállásra, vagy egy bírósági ügyre, hivatalos dolgokra, amit neki meg kell oldania. Az is lehet, hogy fél ettől a nőtől, és ezért érzi magát ebben a toronyban, ebben a labirintusban. De ez a helyzet lezárul, erre utal a koporsó. Esetleg lehet egy örökösödési ügy is, egy családi helyzet, a kígyó lehet valaki a családból, és ez a torony akkor utal az örökösödési perre, de látható itt a csillagkép, ami neki egy szerencsés kimenetelt mutat, sőt, itt is látható a szerencse. Közeledik hozzád, itt boldogok vagytok, majd elmondja azt, hogy a nehéz helyzet lezárult, vagy lezárta valakivel a kapcsolatot. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a horgony. Ez utal a stabil párkapcsolatra, ahol mindketten úgy érzitek, hogy le tudtok horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy itt ez a spirituális terület, egy saját cég vagy munka otthonról, ez lehet akkor egy közös tevékenység is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!